Qué sense. Tu din i kena vis. Jó? Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint velem van a csodálatos Dezső Bence. Sziasztok! És a mai napon... Ismét. Az fog következni, amit hétfő óta vártok, a második része... Az új sorozatunknak. Az új sorozatunknak. Ahol kínos helyzetbe hozzuk egymást. Hogy érzed magad? Jól. Az előző kör után fel vagy készülve? Egy picit próbálok belerázódni, és nem tudom, hogy az ezelőttiekhez képest milyen kéréseket fogok kapni. Izgatottan várom. Egyébként ezt nem akartam megemlíteni, de nézz a képernyőre. Látod a különbséget az arcunk színe közt? Wow! Hát ez miért van? Hát azért, mert te az arcodat ugye sokat mosod nagyon, és lemostad már az önbarnítót, én viszont sminket felrakom. Ja, szuper. Eredeti terveimben nem szerepelt, hogy ez a nagyon kedves kis pelerin rajtam legyen, viszont Bence annyira szeret szellőztetni, hogy most is három ablak van nyitva, és éppen megfagyok, és folyik az orrom. Úgyhogy szorítsatok nekem a videó végéig, hogy ne fagyjak halálra, és kezdjük el a videót. Pontosan. Illetve megjegyezném, ne haragudj, hogy hozzám kiment a második rész, hogyha még nem láttátok volna, akkor ott lesz a link a leírásban, vagy keresétek a csatornámon. És a Bencés résznek, vagy hát a Bencés sorozatnak az első részét is nézzétek meg, ami pedig hétfőn került fel hozzám, azt is a csatornámon keresétek, vagy a leírásban. Így van. És őszintén megmondom, úgy gondolom, hogy az előző videóban már lefutottuk ezeket a tiszteletköröket, akik bevezető kérdések, meg ilyen dolgok, úgyhogy csapjunk bele, folytatom onnan, ahol abba hagytuk. Oké. Are you ready? Yes. Ha nem tetszik nektek az adott lány, igen, akkor miért flörtöltök vele? Ugyanilyen kérdés, miért nyomulnak annyira egy lányra a fiúk, ha egyébként be se jön nekik? Oké, túl bekezdtél szerintem. Azért nyomulunk egy lányra, hogyha nem is tetszik nekünk, mert szeretünk belemenni az ilyen játékokba, az a helyzet, meg szeretjük... És ez kinek jó? Hogyha kiváltjuk azt a csajból, hogy tetszünk mi is neki, vagy felkeltsük az érdeklődését, akkor az jó érzés nekünk, mert akkor kölcsönösen megvan ez a... lehet, hogy én is bejövök neki, ha bár nekünk nem tetszik. Ez nyilván szintén megint csak nem tudok minden férfinak a nevében, vagy fiúnak a nevében nyilatkozni, mert ki ahogy csinálja, vagy amiért csinálja, de szerintem itt lapul meg a dolog, hogy nem tetszik, de tök jó érzés, hogy felkelted az érdeklődését, és esetleg beléd habarodik, és akkor megint csak nagyon fontos leszel. Ez elég önző kijelentés volt a férfiak nevében, de hogy szerintem ezért. Tehát, hogy beképzelt vagytok, ez a lényeg. Ezt csodásan fogalmaztad meg. De a lényeg ez volt? Én nem így fogalmaznék egyébként, és ezt azért nagyon-nagyon kevés, majdnem sokat mondtam, nagyon kevés férfi csinálja. Csúnya dolog. Enye-benye. Az az igazság, hogy nem gondolom, hogy annyira kevesen csinálják, mert tele volt ezzel a kis kérdés. Nem, haladjunk tovább, semmi. Mivel a megmaradt kérdésekből fogok válogatni, így elég sokrétűek lesznek. Igen. Tehát most egy teljesen másfajta kérdés. Szoktatok-e azon gondolkozni, hogy majd ha apák lesztek, el tudjátok-e tartani a családotokat? És itt nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy te szoktál ezen gondolkozni, mert erre tudom a választ, hanem hogy ez így köztetek, nem, fiúk közt feljön-e témának, hogy mi lesz, ha? Nem. És arról szoktatok beszélni, hogy mint a lányok, hogy ki mikor akar gyereket, hány gyereket akar, tehát ilyen haveros családtervezgetés, ez így létezik? Nagyon-nagyon ritka. Tehát kb. Fehér hollóval vetekszik, olyan ritka. Oké. Ez is egy válasz. Van-e olyan dolog, amit szívesen kipróbálnátok, de nem teszitek, mert csajos? Vagy úgy gondoljátok, hogy csajos? Hát, most nagyon gondolkodom rajta, de nem hiszem, hogy van olyan dolog, ami így szerintünk csajos, és nem mernénk kipróbálni. Mondasz egy példát, hogy például azt kipróbálnánk? Te elég sokáig óckodtál így az arckezeléstől. Uh-huh. De ahogy rájöttél, hogy van masszírozós rész is, nagyon belejelted magad, és azóta ja, rendszeresen hogy elmennénk-e például pedikűr, mondjuk akár szerintem ez is. Igen, simán, mert hát ugye vannak férfiak, akik járnak, de egyébként ezzel nem szoktunk gondolkodni. Tehát, hogy az nincs, hogy... De jó lenne, de hogyha valaki megcsinálna a körmeimet, hogy szépen levágja a kis izét, tudod? Tehát ilyesmik nincsenek. Meg arckezeléses dolgok nincsenek. Ezen... Tehát, hogy alapvetően azért nem...
dobtok egy programot, vagy egy tevékenységet, mert csajosnak nem tartjátok. Azért nem. Tehát ha meg akarjátok csinálni, akkor megfogjátok, és nem érdekel, hogy... Vagy a legtöbb férfi, hogyha, mondjuk ez nagyon ritka, ha meg akarja csinálni, és szerinte csajos, akkor olyan titokba tartja, hogy a haverja is tudják. Tehát elmész te arra a pedikűrre, vagy nem tudom mire, de azért nem mondott senkinek. Persze, nyilván majd elhenceget, hogy milyen szépen ápoltak a körmöd, a kis izé arcod, de ez nagyon ritka, tehát ez nem olyan, hogy minden második férfi csinálja. Meg egyáltalán nem kínos, tehát ja, neked is szedjük a szemedet. Nem kínos ápoltnak lenni egyáltalán. Kínos-e nektek a menstruációról beszélni, vagy látni? Nem. Megélni? Nem. Egyáltalán nem? Egyáltalán nem. Lányok, ezt jól jegyezzétek meg, hogy a fiúk is tudják, hogy természetes, úgyhogy... Persze, az már másik kérdés, hogy ugye... most... Tehát ugye vannak olyan lányok, akik egy picit rosszul reagálnak havi egyszer a menstruációra, és ingerlik de az szerintem persze, csak hogy teljesen azt más. A menstruációval való viszonyt a férfiak azt például... Mondjuk, a hangulattal hogy, kötik össze. Igen, és nem nagyon tűrik jól, de egyébként bátran beszélnek róla, és nem zárkóznak el a témáról. Hála az égnek, te nem ilyen vagy egyáltalán, de igen. De a kérdés az valószínű itt egyébként a fizikai velejáróira... Aha. vonatkozott, szóval, hogy nem. Nem. Szoktatok-e félni, izgulni, amikor egy lányt megszólítotok, vagy randira hívtok? Igen. Nagyon. Megvannak is izgulás, hogy úristen, mit fog mondani? Borzasztóan. Tényleg? Igen. Ó, de cuki. Nagyon, és nem hinnéd el, tehát... hogyha, van olyan, hogy... Ha tetszik a csaj, és meg kell tenni az első lépést, uram irgalmaz, hogy ne fosd össze magad. Tehát konkrétan, most nyilván nem, mert én egy csődőr voltam, oda mentem, azt mondtam, hogy Markó Rebeka! De nem, tényleg van izgulás, nagyon, nagyon. Habár lehet, hogy nem látszik, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy van-e vagy nincs, de van. Nem kifejezetten emlékszem, nagyon hogy ez így feltűnt volna bármikor is, hogy remeg a fiúnak a keze vagy a lába, ahogy jön oda. Nem remeg, de belül megpusztul ide nekem, tehát egy világ dől össze benne. Hozzám ért egy lány. Júj. Mik a legfontosabb tulajdonságok egy lányban, hogyha kapcsolatról van szó? Megbízható legyen, hűséges legyen, türelmes legyen, amit én nagyon szeretek benned, mert az ezelőtti kapcsolataimban mondjuk úgy, hogy nem tűrték. Ennek ilyen voltatok. Igen, igen. Meg hogy szerintem megértsen téged, ezt most értsd jól. Tehát, értem, hogy mire gondolsz, remélem, hogy ti is értitek. Hát ugyanúgy, mint nálunk, hogyha tudatok kell, hogy nekem most nem az exeimet ócsárolom, tehát nevet sem fogok említeni, meg hát teljesen normális dolog, hogy két ember annyira nem passzol, de hogy Rebekával annyira passzolunk, hogy nem veszekedünk, mivel ő végtelenül türelmes, én is megértem, és így próbáljuk annyira kiegészíteni egymást, hogy egyáltalán nincsen vita köztünk. De, bocsi, hogy közben félbeszakítanak, hogyha Rebeka nem lenne türelmes, akkor annyi vitánk lenne, hogy elképesztő. Hihetetlen. Most ezt nem azért mondom, mert rossz barát vagyok, mert én is mindig próbálok a kedvére tenni. Nem, ez oda-vissza igaz, tehát hogy... Úgy van. Az az igazság, hogy nem ide tartozik, de annyira furcsa, mert valamilyen szinten annyira egyformák vagyunk, hogy félelmetes, de közben a másik oldalról meg annyira különbözünk, hogy el nem tudom mondani. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen nagyon fura. Na, igen. Szóval, hogy ez, hogyha a csaj nem türelmes, vagy nem hűséges, ugye, ami nagyon fontos, ugyanez a fiúra is igaz, akkor ott nyilván a kapcsolat az megborul egy idő után. Oké. Okay. Meg hát ugye egy jó asszony mindent megbocsájt. Csak hogy egy legendát idézzek. Oké, okay, jöhet a kövi. Volt itt akkor pár cuki kérdés, és akkor tudjuk, hogy te biciklisztél egy jó ideig. Uh-huh. És akkor azt áruld el nekem, hogy hova teszitek a fütyköst, amikor biciklizésről van szó. Ez most tényleg megint belemegyünk az igen, ilyen kérdésekbe. Igen, mert van ilyen kérdés, hogy az ott hogy van? De én nem és is mit csinál? De én nem is értem ezt a kérdést, vagy az ilyen kérdéseket. Hát, hogy leülsz szépen a seggedre, és biciklizsz. De ha előre dőlsz, akkor nem ülsz rá, nem nyomja, nem. Izé. Hát mi nyomná? Hát az ülés. De azt azért szögezzük már le, hogy nem a seggem alatt van. Hát jó, de... Nem nyomja. Tehát lehetetlen. Hát de a bicikliseknek van is olyan gatyjuk, amiben zselé van alul.
az más. Az azért van, hogy ne horzsolja, ne így, tehát az más, az teljesen más. Mert az a ruha, amit a versenybiciklisek, akik a papírkeróval nyomják, hordanak, az viszont nagyon ki tud dörzsölni. De hogyha simán boxer alsó fecske van rajtad, ráhúzol egy mackónackot vagy egy farmert, az egyáltalán nem dörzsöl ki, és nem fáj, hogyha előre dőlsz, mert nézd, hogyha előre dőlök, attól függetlenül még mindig ott van, és érted? Nincs ami nyomja. Értem. Mert nincs felette ami nyomja. Oké. Megválaszoltam. I believe you. Oké, okay, I believe you. Zavarja-e a férfiakat a testszőrzet a lányokon, nőkön? Attól függ, hogy hol van. Hát mivel nem tettem fel külön a kérdést, így mindenre vonatkozik. Férfitől függ, és attól is függ, hogy hol van. De egyébként általánosan igen, zavarja. Micsoda? Uh-huh. What? Uh-huh. Mi az? Ez most olyan nagy dolgot árultam el. Most... Oké, ha egy lánynak bajusza van, azt mondom, hogy jó. Igen. Tehát, hogy nyilván... Nem, épp azt mondja, nem jó. Igen. De hát most nekem is van valamennyi, tehát szoktam gyantázni, de attól függetlenül nem 0-24-ben, tehát van olyan, hogy kinő. Uh-huh. Nem fekete, meg nem olyan, mint a fiúknak, de tudjátok, azok a kis pihék, azt azért én leszedem. De előfordul, hogy például nem borotválom minden héten a lábam. Uh-huh. És ez zavar? Uh-huh. Na elmész a f***a, mindjárt felborítanak! Nem erre gondoltam. Én azt hittem, hogy arra gondolsz, hogyha a hónaljukat nem borotválják, vagy... Hát a lábnál más, mert... Érted, most egy milli, egy kettő, és akkor legyantázod. Ez tényleg, tehát a testszőrzet az mindig személyre szabott. Oké. Okay. Tehát ez... Igen, például nem. Úgyhogy ez így az érdekelt. Nem lesz ma vacsora. Oké. Okay. A fiúk tényleg úgy gondolják, hogy a barátnőjük a legszebb lány? Igen. Biztos? Igen. És nincsenek kiskapuk? Milyen kiskapukra gondolsz? Hát nem tudom, hogy igen, de azért, vagy a szeme a legszebb, vagy a izé, hanem ez ilyen fix, hogy te vagy a legszebb. Én szerintem, hát én legalábbis úgy gondolom, mert hogyha szerelmes vagy, akkor nyilván őt látod a legszebbnek. Az más kérdés, hogy sarkalatos például meglátsz egy filmben egy csajt, és úristen, de adnád, az más, ugye? Adnám, de hogy tényleg, tehát az... Nem összekeverendő egy olyan dolog egy szerelemmel. Félek ilyenkor, amikor elkezd nevetni, meg tapsolni. Azért, mert a kérdésben magamra ismertem. Igen. Szóval, tudnak-e a lányok jelen helyzetünkben a barátnők olyan dolgokat csinálni, amivel őszintén zavarba tudnak titeket hozni, vagy le tudnak égetni titeket nyilvánosan? Biztos tudnak. Ugyanúgy a fiúk is tudnak, de... Mert ne haragudjatok, de amikor te Tourette-szindrómásat játszol egy bevásárlóközpontban... Nem Tourette-szindrómásat játszok. Tehát az azért összekeverendő. Nem ordibálom, hogy úristen, meg és anyádat, hanem... Igen, hanem hirtelen... ilyet csinálok, bocsi a füleknek. De hát az vicc, hát ez nevetni is szoktam az emberre. Igen, de ilyen dolgokra gondolok, hogy... Nem, hát ez nyilván megint kapcsolatoktól függ, de hát nálunk nyilván nem. Miért van az, hogyha a fiúknak van barátnőjük? Igen. Attól függetlenül még mindig beszélgetnek lányokkal, netem. Na, erre válaszoljál nekem. Hát ez mind olyan, hogy van, aki igen, van, aki nem. Én például úgy nem. Lehetnek barátok azok a csajok. De hogy arra gondolsz, hogy hát van, barátaiddal persze, hogy beszélsz, hogy de nem aki... kezdesz el új lányokkal ismerkedni. Aha. Érted? Hát ezt nem tudom. Nem tudok hozzászólni, mert én nem csinálom. De szerintem azért, mert nem elég elégedett a kapcsolatával, vagy csak szeret ilyen kis adrenalin izébe, tudod, sokba lenni, hogy írogat, és akkor a csaj elkaphatja, vagy rajta kaphatja. Tudod, miről beszélek? Na. Igen, de... Hogy ez az izgalom lehet, hogy valakinek hiányzik, de nem tudom. Ezt írjátok le a komment részlegben, mert én nem csinálok ilyesmit. Szerintem hülyeség. Köszi. Mármint nem amit mondtál, ja, hanem hogyha valaki ezt csinálja. Nem éri meg, szerintem. Igen vagy nem? Igen. Oké, te akartad. Most mire válaszoltam? Igen? A fiúk félnek-e leborotválni a... Jaj, ne, tudtam. Úristen, de tudtam. Mondhatnánk úgy, hogy az intim részeket, de annál egy kicsit
konkrétan. Oké, okay, tehát a fiúk erről nem beszélnek fiúkkal. Ezt a... Úristen, de kínos. Ahogy látom, normál esetben lányokkal sem. Senkivel nem szoktuk megbeszélni, hogy... Ez, nálatok ez a tabu? A borotva nem tabu, téma? Csak tabu annyira nem vagyunk kíváncsiak, hogy a másik borotvája a tekegolyóit, hogy mit mondjak, de hogy... de kínosan érzem magam. Nem tudom, hogy félnek-e tőlük a fiúk. Mert nem beszélünk róla. De én mondjuk félek tőle. De hogy ezt... Ne vessél csak, Marko Rebeka, ne vessél csak. Imádlak. Adj egy puszit. Na mindegy. Édesem. Szóval jöhet a kövi kérdés, haladjunk, mert kicsit... Az utolsó kérdést fogom feltenni. Igen. Amit meglepődve olvastam. Annyira lesokkolt, hogy úgy gondoltam, hogy ezt muszáj feltennem. Hát ezt majd ki fogjuk sípolni, de a és a pisi ugyanazon a lyukon jön ki? What? Ez egy tényleges kérdés. Ez egy létező kérdés volt. De mire gondolt? Tehát ezt nem én találtam ki. Mire gondolt a költő, hogy látsz te ott más lyukat, vagy? Hát lehet, hogy nem vizsgálgatta. Hát kevés videóban éreztem ilyen kínosan magam, hogy őszinte legyek. Nem tudom, hogy... Erre nagyon egyszerű a válasz. Igen, vagy nem? Igen. Édesem. Ezért van az, hogy... De cuki vagy! Nem ér ennyit a sorozat, meghalok. Édesem. Ezért van az, hogy miután megtörtént az aktus, azután nem feltétlen tudsz pisilni egy darabig. Mert hogy ugye vannak a sinek. A sinek? És az egyik sín rácsatlakozik. A másik sín meg lecsatlakozik. És akkor várni kell, hogy a pisi sín az rácsatlakozzon. Oké, okay, nem beszélek itt pisi sínekkel. Egy kicsit átmentünk felvilágosító videóval, okay, de nagyon nem. Szépen köszönöm, hogy válaszoltál. Igen. A kérdéseimre. Úgy érzem, hogy a második részre ennyi kérdés éppen elég volt, vagy talán több is, mint kellett volna. Hogyha vannak még kérdéseitek, és szeretnétek, hogy legyen harmadik rész, akkor azokat írjátok le a komment részlegbe. Tényleg jó kérdéseket várok, mert ezután nehéz fokozni az izgalmakat, úgy érzem, úgyhogy ha érzitek magatokba az erőt, akkor azt a komment részekben mutassátok meg. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengőikont, Bencére is, meg rám is. Az Insta neveink lent lesznek a leírásban, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok! Illetve holnap jön az én videóm, a negyedik rész, ahol Rebekát foggatom, és hozom ilyen kellemetlen helyzetbe. Kérlek, ne ítéljetek el, szeretem a szponzoraimat, szeretem a nézőimet, ne hagyjatok ott! Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok! Én meghaltam belül, szerintem. Tényleg azt mondtam, hogy pisi sín.